programok után, ismét a programokról, úgy fogalmaztunk a bevezetőben, hogy a Kepesgyörgy szakkollégiumba legjobb hallgatóink juthatnak be, és a tanulás színvonala mellett a közéleti tudományos tevékenység is alapkövetelmény. A tervekről és a programról, a jelenről pedig Ring Júlia mentortanár fog beszélni. Köszöntöm a stúdióba, Júlia. Talán bevezetőben picit magyarítsuk, mi ez a mentortanár, mit jelent ez? A mentortanárnak olyan szerepe van legalábbis ebben a szakkollégiumban, hogy segítse a hallgatók tevékenységét a szakjukhoz kötődő problémákban, amit tudok, segítek nekik, kapcsolatot tartok a főiskola vezetőségével, segítek pályázatot írni, illetve hát átlátom a szakkollégium, illetve a szakkollégisták tevékenységét, és összefogom a munkájukat. Tehát segítem őket. Ez egy elég izgalmas, érdekes feladat lehet, hiszen nem régen végzett nálunk, aztán Igen. Most újra hallgatunk, és egyben mentortanár. Is. El tud igazodni közte néha? El, hát muszáj. Mikor hallgató az ember, mikor tanár? Hát, milyen élet zajlik a szakkollégiumban? Egyáltalán tisztázzuk már, mi ez a szakkollégium, mit értsünk ezen, mi a jelentőség ennek, miért fontos ez? Rögtön pontosítanék is azon, amit elmondott, mert nem csak tudományos, illetve kulturális tevékenység az, ami a szakkollégisták tevékenységei közé tartozik, hanem a művészeti tevékenység is kiemelt, és szeretnék pontosítani az ügyben is, hogy sokan a szakkollégiumot ugye elitkollégiumnak emlegetik, de nem attól elitkollégium, hogy apartmanos, összkomfortos folyosón lakunk, hanem pontosan ezektől a tevékenységektől, illetve hogy olyan hallgatókat gyűjt maga köré szakkollégium, akik ugye szakjukban kiemelkedők. Tehát nem keverendő össze a Berzse kollégium újonnan felépült negyedik emeletével, mert az is ilyen elitkollégium végül is, de itt a hallgatók miatt nevezhetjük elitkollégiumnak. Hogy jut idő arra, hogy ott művészeti tevékenységet, közéleti, tudományos munkát végezzenek, hiszen maga az a követelmény, hogy jó tanulónak kell lenni, nem is tudom, 4-5 fölött? Vagy a 4-es átlagnak meg kell lenni, 3,51 fölött kell lenni. 51 fölött, az is elég nagy terheket ró rá. Hát így van, főleg egy-két szakos hallgatónak, akinek mondjuk angol egyetemi történelem szakja van, most gondoljunk csak bele, egyik se könnyű szak. És azért szívesen csinálják, szívesen vesznek részt, hogy élik az életüket? Igen, hát a lassú folyamat volt az, aminek kapcsán végül is most már olyan hallgatók vannak benn a szakkollégiumban, hogy tényleg a szakjukhoz kötődő tevékenységen túl plusz dolgokat is vállalnak, de hát azért jöttek ide, tehát tudták, hogy hova jönnek, mit kell csinálni, mit várunk el tőlük, és azért vannak ott, mert szívesen csinálják a plusz dolgaikat. Na akkor egy kicsit erről, a mit várunk el és mit kell csinálniról. Szakjukhoz kötődően a hallgatók szakmai versenyeken vesznek részt, illetve a szakkollégiumnak vannak kiemelt programjai. Egy tannéven belül két fő program szokott lenni, a szakkollégiumi nap, illetve a tavaszi művészeti találkozó. Na most a szakkollégiumi napon túl vagyunk már. Itt mindenki a szakjához kötődően valamit próbált bevállalni, előadókat hívni, kiállítást szervezni, egyebeket, illetve ami még fontos, ugye a tudományos tevékenység, nagyon sokan írnak TDK dolgozatot nálunk, és ugye most lesz a házi TDK április 19-én, és a mi hallgatóink azért nagy számban fognak ott szerepelni. Ez a legfontosabb rendezvénye tulajdonképpen a fél évnek, a tudományos diákköri házi megmérettetés, de mi van emellett még? Ebben a fél évben ez lesz a legfontosabb, a szakkollégisták döntöttek így. Minden második héten közgyűlés van, és havonta egyszer legalább választmányi ülés, és itt szokták megtárgyalni a hallgatók, hogy mi az, ami történjen hétről hétre velük. És hát a szakkollégiumi nap megszervezése, illetve lezajlása után egy kisebb csalódás érte a hallgatókat, mert akármennyire igyekeztek jó programokat szervezni, illetve meghirdetni a programot, nem sikerült a hallgatókat eléggé motiválni arra, hogy bejöjjenek a rendezvényre. Úgyhogy a szakkollégisták ezt úgy nevezik most, az félévi tevékenységet, hogy befelé megerősödni. Ugyanis ami anyagi támogatás ebben a fél évben a
kollégiumra esik, illetve pályázatokból, ami pénz bejön, ezt saját magukra, tudományos tevékenységre, művészeti tevékenységre költik. Tehát... Miből tudnak gazdálkodni, mondja, hogy magukra költik? Igen. Miből van forrásuk? Mindenfélében a hallgatói normatívából gazdálkodunk, illetve a főiskola szervezetei felé pályázunk, tehát hallgatói önkormányzat, kulturális programigazgatóság, illetve még sorolhatnám, de rendszeresen pályázunk, hogyha olyan lehetőség van az Oktatási Minisztériumhoz, és ilyen külső... pályázatokat írunk. Van-e most valami jelentősebb pályázatuk, ami fut esetleg, és várják az eredményt? Jelen pillanatban nincs. A minisztérium, oktatási minisztérium oldalát szoktuk nézni, illetve a Nemzeti Civil Alapprogramnak a működési feltételekhez két pályázatát figyeljük. Nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a tudományos munka mellett művészeti tevékenységnek is fontos szerepe van a szakkollégium életében. Milyen területeken, mire gondoljunk a művészeten belül? Hát elsősorban itt a rajzosok jutnak eszembe, és négy rajzosunk van, akik mindannyian itt a rajztanszéken nagyon jó tanárok hallgatói, és kiállításokat szerveznek, dolgozatokat írnak, külső tárlatokra kerülnek be anyagaik, munkáik, és rendszeresen próbálkoznak kifelé. Mi az, amit mindenképpen szeretne elérni, mint mentortanár a szakkollégiumban? Milyen célkitűzései vannak? Mifelé szeretné őket elvinni? Vagy segíteni? Segíteni, igen. Hát megmondom őszintén, az elmúlt éjszakám úgy telett, hogy kipattant a szemem éjszak, és pontosan nagyon jó ötletek, úgy érzem, jutottak eszembe pont e kérdés kapcsán. Ugye most ez a befelé megerősödés van a szakkollégisták körében. Én nagyon szeretném elérni azt, hogy tényleg egy jó közösség alakuljon ki, akik aztán az érkező hallgatóknak tovább tudják adni mindazt, amit ők kaptak, és hatékonyan tudjanak tovább működni, illetve hogy tényleg olyan szakkollégium jöhessen létre, tehát olyan szakkollégium lehessen a főiskolának a jövőben, ami versenyképes, tehát a többi szakkollégiummal, jelentős szakkollégiummal egy rangban van. Tartják a kapcsolatot más szakkollégiumokkal esetleg? Természetesen Győr felé, az építészek felé kezd ki épülni egy kapcsolat, illetve most megyünk majd többen a Bolyai konferenciára, a 11. Bolyai konferenciát szervezi meg az ELTE szakkollégiuma, és ott hát ugye rengeteg lehetőség adódik, hát ott szakkollégisták van mihez mérni akkor a tevékenységet. Így van, és van mit tanulni még, tehát ez az igazság, de hát menni kell tovább is fejlődni. Tehát ez a cél, hogy nem csak nekem, hanem a jelenleg bent lakó szakkollégistáknak is, hogy egy versenyképes szakkollégium legyünk. Miután tavaszi TDK-ban, házi TDK-ban áprilisban, jut-e emellett idő arra, hogy esetleg az Eszterházi napokon megnyilatkozzon a szakkollégium? Nem terveztük, illetve volt ilyen lehetőségünk, hogy Kéri Lászlót, illetve Pecsnik Mária Zita házaspárt ugye meghívjuk. Így a választások kapcsán ez nagyon aktuális és érdekes pont utána lesz téma. Így van, lett volna, és ilyen nagyobb előadással gondoltuk, hogy előrukkolunk, de hát sikerült felvenni a kapcsolatot a házaspárral, ígérték is, hogy jönnek, de így... Tehát időpontot nem sikerült? Időpont is egyeztetve volt, de végül lemondták, de nem felejtjük el. Ezt úgy értem, hogy ezt frissen tartjuk, ezt a kapcsolatot, mert ki tudja, előbb-utóbb szeretnénk őket meghívni, illetve így, hogy ők most nem tudnak eljönni, más terveink vannak más előadókkal. Hát váljanak valóra a terveik, és legyen minél értékesebb a szakkollégium. Köszönjük, még akkor is, hogyha igyekszünk. Egyetemekkel való összehasonlításba kerülnek, akkor is kiúszhassák magukat majd, és sikerüljenek a tervek. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és akkor most invitálom, hogy menjünk el együtt a következő információra a nézőkkel. Századvégen volt tanévnyitó az elmúlt napokban, századvég politikai iskolán.
úgy fogalmazott az igazságügyminiszteri biztos, hogy a hatalom gyakorlása az a közszolgálatát jelenti versenyképesen és minél magasabb színvonalon. Vele, illetve az iskola igazgatójával készült beszélgetés következik most.